Hogy van a kisöcsi? Kéri a számkombinációt. Na, kiolvastad az összes prospektust, Bobby? Minden rendben? Ezeket már mind ismerem. Hát persze, az a sok csavar meg vezeték nem túl izgalmas, de hát ebből élünk. Add ide a piros dossziét. Minek az neked, kis öreg? Az még a prospektusoknál is unalmasabb, 2 perc múlva horkolni fog. Kölyökkorom óta tudom, hogy abban vannak a legfontosabb üzleti papírok. És arra is emlékszem, hogy amikor apa átadta neked a helyét, rád bízta a dossziét a széffel együtt. Ne akarj engem átverni. Ugyan. Csak úgy gondoltam, hasznosabb, előbb átrágod magad a vállalati technológián, meg ilyesmin, az nagyon fontos, ugye tudod? Oké, öcsi. Parancsolj. Nagyon köszönöm. Állok rendelkezésedre, amikor csak akarod. Ugye tud még bármi egy kicsit? Igen, hát persze. Menj át a bankba, és tedd be ezt a páncélszekrényembe. Nem szép dolog titkolózni a kisöcsi előtt. Csináld, amit mondtam. Jön ide még egy ez a barátom. Köszönöm, uram, ez igazán kedves magától. 1930 volt az én legjobb évem. A társammal együtt lejöttünk ide Texasba. Én csak beleszagoltam a levegőbe, és azt mondtam, itt. Ő a városba intézte a hivatalos ügyeket, én meg ott maradtam kutat fúrni. Annyi olaj volt ott, mint arra sem. 20 embernek is bőven elég lett volna. Mondom a társamnak, gazdagok vagyunk. Erre ő rám néz, beleröhög a képembe, és azt mondja, miről beszélsz, pajtás? Itt minden az enyém, itt vannak a papírok, még én tartoztam neki. Hát így volt, meg akartam ölni. 2-szer is megpróbáltam megölni Jock Ewingot, de nem ment. Én ehhez nem értek, én nem tudom, hogy kell ölni. Na most már elhiszed? Ezt is a Ewing családnak köszönheted. Szabad? Így volt, a fasört neki. Szólj már az öregnek, hogy folytassa. Jól, megjobbáljatok már. Cliff, gyere. Hová viszél? Én viszél a haveromat, azonnal hozzá vissza. Ki látott még ilyet? Kislányom. Szervusz, apus. Minden rendben? Persze. Apa, azért jöttem. Szóval azért jöttem. Képzeld, apa, férjhez mentem. Hát ez bizony jó hír. Apa, kérlek, ne haragudj rám, én nem akartam rosszat. Nagyon szerettem a férjemet, hidd el. Hát persze, hogy elhiszem. A férjem Bobby Ewing. Nem érted? A férfi, akihez hozzámentem, Bobby Ewing. Jock Ewing fia.